az újvidéki zsidók közül sokan a 72 évvel ezelőtti razzia áldozataival váltak, de több százra tehetők azok száma, akik a németországi haláltáborokba végezték életüket. A városvezetők és a zsidó hitközség a holokauszt napján a zsidó temetőben róták le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt. Az emlékezés és a tanítás kötelezettség, mondta Gorán Levi, az újvidéki zsidó hitközség elnöke. Na svete žrtve mi se svakoga 27. januara, ne u Novom Sadu, nego svuda u svetu, se pominju pale žrtve tog holokausta. Isto tako u Srbiji je isto na hiljade ljudi stradalo u tom periodu. Imamo raznih postavki, ja ne bi tačan broj rekao, ali isto tako je stradalo, poznate po našim logorima, Sajmište i drugi logori su bili ti gde su naši ljudi stradali. A történelem tanulsága szerint az utókor számára fontos, hogy pontos ismereteik legyenek az áldozatokról és a népirtásról, mert csak így lehet elejét venni a szélsőséges eszmék terjedésének, és nemet mondani a rasszizmusnak. Ja vas uveravam da Novi Sad, Novosađani čvrsto stoje na tradicijama antifašizma, slobodarstva, duha tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti i da ćemo u Novom Sadu zaista nastojati da naše međusobne odnose gradimo na način kako smo to radili proteklih decenija. Da za nas u Novom Sadu ne postoje te takozvane male, bezazlene diskriminacije i da ćemo na svaku diskriminaciju vrlo oštro odgovoriti. A zsidó temetőben lévő emlékműnél a városi önkormányzat és a zsidó hitközség képviselői helyezték el a kegyelet virágait.